Délelőtti énekes vendégünk Csézi, aki a zene mellett egy másik területen is kiéli kreativitását, és ez a terület nem is akármi, ugyanis ruhákat tervezel. Szia, köszöntünk, és köszönjük, hogy itt vagy, és hogy elhoztad nekünk Panni kutyusodat. Igen, ő még nem szerepelt itt nálatok, úgyhogy nagy megsértődjön véletlenül. Nem volt meg itt a TV2-nél, úgyhogy gondoltam, elhozom, de... Kicsit szégyellős. Kicsit megszerepeltette magát. Az esküvőre kaptad, nem? Vagy hogy volt ez? Egymásnak vettük a férjemmel, mert hogy kettőt vettünk, egy fiút és egy lányt, és ő a kislány, úgyhogy most elhoztuk, de kicsit meg van illetődve. Szóval igen, ruhákat tervezek. Én nem kezdtem volna ruhatervezésbe, ha nincs népművészeti vonal a családomnak a népművészete, amit folytatni szerettem volna, és a nagymamám művészetét továbbvinni. És úgy gondoltam, hogy az a fajta népművészet már nem álljon meg, vagy nem éli meg úgy a helyét a mai világban, főleg a fiatalok körében, és én úgy gondoltam, hogy ha egy picit megújítom, akkor még fennmaradhat, és szívesen hordják és viselik a nők. Na várj, mit jelent ez a megújítás? Megvan a motivum, amikor mindenem az van. Igen. Nem? Tehát, hogy fullva, az már azért... Hogyha látnánk róla a képeket, tehát például egy elasztikus tült kihímzek krémezüsttel, most például a keresztlányomnak készítettem egy mennyasszony ruhát, és egy gyönyörű 6 méteres gyűs. Atyámat, az mennyi ideig tartasz? Sokáig, de most már azért úgy 3 év alatt rájöttem, hogy mi mit bír el, milyen anyagok, mit lehet csinálni. Itt van az esküvő ruhája, szóval, és itt szeretik és viselik, és én, az én ruhám is természetesen ilyen volt az én. Gyönyörű. Esküvői ruhám. És akkor annak a felső részét te így szépen így kis... Nem, én tervezem, nem. Ja, hát nem, hát nem, azért ennyire. Ez nagyon időm sincs rá, és egyébként ez egy speciális technika, amivel ezt a tült mondjuk ki lehet hímezni. Tehát úgy, akkor te megálmodod. Megtervezem, megveszem az anyagot, megtervezzük a mennyasszonnyal is, hogy mire, mit szeretne, és akkor és gondolom, hogy csodás varronőd vagy olyan. Igen, hát anélkül ez nem megy. És ez számítógépes program is, vagy csak kézzel rajzolgattok ilyen nagyon aprólékos? Aha. Készen rajzolom. Gyönyörű. Úgyhogy éneklés mellett ez egy nagyon jó hobbi, ami szerelem is, bár az éneklést azért nem árnyékolja be, azt gondolom, de nagyon jól kiegészíti egymást. És elképzelhető, hogy egyszer majd mondjuk átveszi az első helyet? Tehát, hogy előbb-utóbb? Nem hinném. Nem. Hát tényleg óvodás korom óta az énekes szakmára készülök, tehát hogy most 38 éves vagyok, ezt a kis időt azt gondolom, hogy maradok így. Nagyon szeretem az éneklést, és tényleg ez az életem, tehát hogy ezért tanultam 15-20 évet, szóval. Említetted, hogy a családban ez a népművészet, ez már régre visszanyúlik. Hogy képzeljük el mondjuk a tini Csézit, vagy már a kicsit nagyobb lányt? Tehát a nagymama mutogatta, hogy mit, hogy ő hogy csinál, mik a trükkök, mik a praktikák, mik a minták. Vagy egyszerűen ez csak úgy mindig volt, ott volt az asztalon, itt-ott-amott láttad, és egyszerűen úgy érezted, hogy most jött el az ideje, hogy ezzel valóban foglalkozz. Én egy nagyon eleven gyerek voltam, aki fára mászott, meg mit tudom én, minden a kert, tehát én imádtam gyerek lenni. Remélem, az én gyerekemnek is sikerül ezt átadni, ezt a vagányságot, de mindig ott voltam a nagyéka, tehát mindent láttam, tudtam, hogy működik, de tudod, a gyerek az egy ilyen szeles, és rohangál, és élvezi az életet, de ösztönösen, és ha óhatatlanul is bele a vérévé válik ez a dolog, mind az országnak a szeretete is egyébként, tehát ők annyira szerették, annyira rajongtak a mondjuk Mezőkövesdér vagy Magyarországért, és ezt annyira belém súlykolták, hogy egyébként nem tudok elutazni, tehát nem tudnék máshol élni a világ. Mert egyszerűen így 2 hét után akármilyen ajánlattal is én hazajövök, ha kell gyalog is. Szóval ez nem biztos, hogy jó egyébként, hogy így az embert röghöz köti, de nagyon sokat köszönhetek nekik. Tehát az, hogy én milyen ember vagyok, azt mondjuk nekik köszönhetem. Mennyire vagy kreatívkodó és ilyen kis mindent kézzel készítgető otthon? Tehát, hogy mondjuk a kettőtök közül, hogyha férjeddel nézek, akkor te vagy az, aki mondjuk például karácsonykor fullba berendezi a lakást, és akkor csinál kis koszorúkat, vagy nem tudom, mindenért. Ilyen vagy ilyen kis... Igen, tehát ez számomra nagyon fontos. Nyilván nem a férjem dolga, és én nagyon szeretem a férjemnek megadni az otthonnak a nyugalmát, vagy a hangulatát, vagy a vacsorafőzést. Kicsit túlvállalom magam, azt gondolom, mert 10 állatunk van, 10 házi állatunk van. Ezt mindegyiket én gondozom, ápolom, nevelgetem, és mindegyik ilyen cuki, mint a Panni, és a háztartás vezetni, mellette az a ruhatervezés, az éneklés, a fellépés, a lemezkészítés. Hogy ez? Jó, nem tudom, hogy sem, de jó. Van egy klónod, vagy mi? Azért vannak segítségeim mondjuk a kertben, mert ugye egy hektáros a kert, azt azért nem bírnám. De azt nyáron... azért nem. Most egy kicsit ezt is így szégyen vagy. Hát de nem, az egész nyáron voltam itt, és az egész nyáron mutattam, hogy milyen kertet építettünk. Ezt akartam mondani. De engem ez nagyon feltölt. Tehát az, hogy az ember a természethez közel
van, és látom mondjuk a csillagokat, mert itt Pesten nem biztos, hogy látjátok, mert hogy fel sem néz az ember itt a nagy épületek között, talán ugye ezt tölt fel, hogy tudok mondjuk zenében is olyat nyújtani, vagy ettől tudok valamit adni valakiknek van. Azt például mondtad, hogy biztosan, hogy nem tudnál külföldön élni, de azért gondolom néha elutaztok nyaralni, telelni hétvégére. Hát várjál, az is kérdéses, hogy elutaznak, hát ennyi állattal. Hát igen, ki vigyáz olyankor, rájuk vannak, ezt hát, megoldja? Hát, tud ennyi mindent csinálni? Három év óta most voltunk először nyaralni, Horvátországba sikerült elutaznunk, és akkor barátok vigyáztak rájuk. Természetesen naponta kétszer leadták az információt. Ettek, ittak, jó vannak, senki nem beteg, nem tudta, nem nézik. Úgyhogy... Hát nekik tényleg jó életük van, mondjuk nem sok állat, ilyen madár, meg ilyesmi van a kertben, mert mindenkit elüldöznek, tehát ő a legnagyobb vadász egyébként, tehát mindent megfognak, vakondot felváltva. Igen, ő egy nagy színésznő, tehát 4 kutya van, és neki muszáj. Ugye olyan, mint hogyha így odaraknád is egész nap ott lenne úgy, például. Igen, úgy viselkedni, hogy jobban szeressék. Szóval így szépen élünk, az az igazság. De amikor hazajöttetek, akkor volt sértődés az állatoknál, azt lehet látni egyébként? Hogy nem, ők nagyon örültek, nagyon boldogok voltak. Hát, itt hagytatok egy hétre, vagy nem tudom, mennyire jó voltatok. Nagyon, a fiú lelkisebb, ő itt is mindenkivel, tehát mindenkit megszeret, két lábra áll, tehát neki vagy mi, nem, azért nem így van, de ő mindenkit szeret, a fiú nem. Tehát ő neki van, vagyunk mi, és neki ez bőven elég, hogy szeressen minket. Picit beszéljünk a zenéről is, hogy ez most ugye új lemez, gondolom lesz nagy koncert, láttam is plakáton, hogy lesz karácsonyi nagy koncert. Igen, most jelent meg a héten épp a nagy lemez, és nagyon örültem, mert nagyon sok visszajelzést kaptam, és ez mindig jó, mert dolgozol 2 évig valamin, és te gondolod, vagy a környezeted azt mondja, hogy fú, de szuper, de mégis akkor mérettetik meg minden, mikor piacra kerül, és nagyon sokan lefotózkodtak a lemezzel, vagy hallgatták, és úgy küldtek fotót, nagyon jól esett, és úgy szavaztak, hogy melyik dal tetszik legjobban, és lesz egy december 19-én egy nagy koncert. Úgyhogy arra most már gőzerővel készülünk, és nagyon várom. Tavaly is nagyon szépen sikerült, nagyon szép volt, és remélem az idei még szebb lesz. Milyen aranyos egyébként, hogy nagy lemezt mondasz, és most már mindegy CD-n van minden is ugyanakkora, nem? Vagy még ez kinyitott? Nem, hát a nagy lemez az azt jelenti, nem azt jelenti, hanem hogy 14 dal van rajta, tehát nem egy 3 lemezes. Ja, hát én ezt például nem tudtam, nem a méretére, tehát nem a bakelit lemez. Hanem a dalok számára? Igen. Azt jelenti a nagy lemez, hogy azon 14 dal van. Hát, hogy az idő intervallum azt hiszem határozza meg, de 10-nél több dal azt hiszem, hogy nagy lemeznek. Jó, most már ezt is tudom. Látod, ezt is tudod. Milyen jó, hogy találkoztunk. Köszönjük, hogy készülést kívánunk neked, és azt is köszönjük, hogy énekelsz nekünk majd még egyet. Köszönöm én is, hogy itt lehetek.